A nyíregyháziaknak mindenképpen győzniük kellett volna ahhoz, hogy közelebb kerüljenek a tabellán a meccs előtt 3 győzelemmel jobban álló fővárosiakhoz. Az első negyedet 6 ponttal meg is nyerték a vendégek, a második 10 perc azonban 9 ponttal a MAF célet. A harmadik negyed közepén még szoros volt az állás, akkor azonban a házigazda a végül 41 pontig jutó Anderson vezérletével egy 23-2-es szakasz produkált, amivel el is dőlt a mérkőzés. A folytatásban csak a különbség volt kérdéses, végül 27 pontos hazai siker született, a nyíregyháziak esélyei pedig minimálisra csökkentek az osztályozó elkerülését illetően. Az elején kontrolláltan jól játszottunk, aztán a MAFC második negyedben váltott egy szerkezetet. Nagyon kellemetlen, alacsony, futós, ilyen majdnem, hogy azt mondom, verekedős kosárlabdát kezdtek el játszani, ami nagyon nem feküdt nekünk. Próbáltuk kihasználni azt, hogy a két magas emberünket jóval alacsonyabb játékos fogta az ellenfélből, de ez már ilyen görcsössé, illetve ilyen kapkodássá vált. Abból vissza tudtak jönni a meccsbe, és a fél időre már 3 pontos előnnyel vonultak, de hát ez még egy nyílt meccs volt. Második fél időben pedig szerintem ritmustalanul kezdtünk el játszani, illetve az amerikai bedobójuk félelmetes dobóformát fogott ki. Nem is mondhatom igazából, hogy védekezésben hibáztunk volna rajta, mert a 8-3-asából 6 emberről dobott. Az alsóház másik meccsén a Szeged 110-104-re legyőzte a Jászberényt. A nyíregyháziak csütörtökön a tiszapartiakat fogadják. Mindenképpen egy nehéz meccsre számítok, ugyanis sajnos Zorán Krisztanovics két hiba miatt kiállításra kényszerült, és ezért most kihagyja a következő meccset, így mindenképpen nehéz dolgunk lesz, de nem adjuk fel, itthon vagyunk, és hajtani fogunk a végsőkig. A Marsó Nyíregyháza Szeged mérkőzés csütörtökön 18 óra 30-kor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsi Televízió nézői pedig pénteken 20 óra 55-től láthatják a találkozót.